Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 22-én. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi a terve. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható egy szerelmes pár, ez a férfi szerelmes beléd, és ennek ő tudatában van, mert ezen töpreng, ezen gondolkozik, hogy lehetne ezt a párkapcsolatot élni. A következő kártya mutatja az ő titkait, a mély érzelmeit. Igen, mi most bepillantunk az ő érzelmi világába. Neki most vannak belső feszültségei. Vagy valaki megpróbálja őt fogva tartani, vagy vannak félelmei, és fontos lenne magát áttenni ezeken a bizonytalanságokon, ezeken a félelmeken. Amit ő elérni szeretne, hogy tisztázódjon körülötte valami. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Ő keres egy kiutat, ő keresi ezt a középutat, mondhatnám ezt az aranyutat, ahogy a kép itt mutatja. Itt lesz egy közös életút, amit ő tervez, de ügyelnie kell az anyagiakra és az értékekre. Azt is jelentheti, hogy te értékes vagy számára. És most megtekintjük a napi üzenetet. Ez a kulcs utal a magabiztonságra, de arra is, hogy itt kinyílik valami. Egy új irány, egy új lehetőség, és ezzel a kulccsal valamit le lehet zárni, az pedig a múltra utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!